az egymás mellett futtatott magán, szövetkezet és állami tőke, amíg nem működik együtt, addig csak versenyhelyzetet teremt. Tehát a feladatunk az, és a Magyar Néppárt programja ilyen értelemben kitünteti a gazdasági szférát, hogy ezeket a szektorokat úgy kell összekapcsolni egymással, hogy az egyes szektorokban felgyűlő tőke a másik szektorba áramoljon át. Ne az állam vonja el, mert minden ilyen esetben az állampolgár az első szükséghelyzetben rögtön az államhoz megy és tartja a kezét. Ez tartja fönn az államot, nem pedig egy elvont állami akarat, hanem az állampolgár tehetetlensége, kiszolgáltatottsága. Amikor a gazdasági folyamatban a különböző szektorok egymás közt mozgatják a tőkét, akkor nincsen szükség az államra, akkor és olyan mértékben tudjuk az állami akaratot helyettesíteni és leépíteni, amilyen mértékben a tőke működés közben társadalmasodik. Tehát amikor például azt halljuk, és nagyon tökéletes az elképzelés a Fideszről, hogy társadalmilag ellenőrzött privatizációt hajtsunk végre, akkor meg kell, hogy mondjuk, a privatizáció olyan mértékben lesz társadalmilag ellenőrzött, amilyen mértékben az egyes szektorok egymással összekapcsolódnak a termelés folyamatában. És rögtön még egy véleményt ahhoz, amit itt az előbb Varga Lászlótól hallottunk, az MSZMP és az MSZP közötti éles vitáról. Hát kérném tisztelettel, a legélesebb vita, és ez meg kell mondjuk, hogy tulajdonképpen filozófiai vita is, a tulajdonra vonatkoztatva folyik a két párt között. Az MSZMP-nek ugyanis az az alaptétele, hogy jó legyen magánállami és szövetkezeti szektor, de a legfontosabb a társadalmi. Most ebben a kitételben van gyakorlatilag az egész koncepciónak a teljesen idealista mi volta, és gyakorlatilag ez bizonyítja azt, hogy nem tud elszakadni a 40 éves megrögzöttségtől, mert hát miben áll az, hogy társadalmi? Hol dolgozik az állampolgár? Dolgozik az állami szektorban, dolgozik a szövetkezeti szektorban, és meggyőződéssel vagyok, hogy dolgozni fog a magánszektorban. Ez a három adja a társadalmit. Ezektől elvonatkoztatott társadalmi nem létezik. Aki ezektől elvonatkoztatott társadalmit feltételez, az teljesen mindegy, hogy mit helyettesít be e helyett a társadalmi helyett. Mondhatná azt is, hogy Buddha, mondhatná azt is, hogy Isten, amely majd megsegít bennünket, de ez előfeltételezett, ilyen nincsen. Ezt a társadalmit létre kell hozni. Ennek a folyamata kezdődött el. Tehát ez nem egy aktus lesz, hanem ez egy viszonylag hosszú történelmi folyamat. De csak ebben a folyamatban találhatunk egymásra, csak ebben a folyamatban alakulhat ki a demokratizmus, és csak ebben a folyamatban oldódhatnak fel a görcsök. Ezzel kapcsolatban még az erkölcsről annyit. Én meggyőződéssel vallom, hogyha a tőke mozgatásnak ez a természetes, a gazdaság által követelt logikája végbe megy, ugyanilyen mértékben, lehet, hogy egy kicsit előrefutva, lehet, hogy egy kicsit lemaradva, de lényegében történelmileg ezzel szinkronban az emberek is egymásra találnak. Ennek mi a néppártban egy rendkívül fontos szintereként a községi tulajdont képzeljük el. Egy község, egy község békés belső élete, politikai élete csak abban az esetben képzelhető el, hogyha a politikai békéjét községi tulajdonra tudja vonatkoztatni. Mert ott van felelősség. Ha nincs a községnek tulajdona, akkor innét meg lehet hirdetni az Amerikai Egyesült Államok politikai életének átrendezését, mert ehhez sincsen különösen felelősség, ehhez sem kapcsolódik nagyobb felelősség, mint az, hogy a falu határát rendbe tartsam. Ezért szükséges számunkra olyan nagyon a községi tulajdon, ami gyakorlatilag az önkormányzat anyagi alapja. Köszönöm a türelmüket és azt, hogy túlléptem az időt. Ari Miklós, Szabad Demokraták. A kedves úrnak szeretnék még egy pár gondolatot mondani a számon kérésről. Azért nem akarom agyon beszélni ezt a témát, de itt ezen a vidéken, miután nagyon sok embert kitelepítettek, összevertek, ezért ez egy nagyon fontos kérdés, és ezért szeretnék még én is néhány gondolatot mondani. Tehát, ha valaki erről a témáról beszél,
akkor nagyon sok, hogy az ön stílusát folytassam, nagyon sokat lehet ígérni, tehát voksot nyerni, vagy keveset ígérni, voksot veszíteni. A Szabaddemokraták Szövetsége a következőt mondja. Igen, számon kell kérni a politikai és a gazdaságpolitikai bűncselekményeket. Ezt már megtették, amikor azt mondták, hogy 1968-ig, amikor egy nagy reform folyamat elkezdődhetett volna, egészen addig vissza kell nyúlni, és mi ehhez az elképzeléshez ragaszkodunk is. De azt is hozzátesszük, hogy nem köpködéssel, nem lincshangulatnak a felkorbácsolásával, hanem civilizált európai módon, tehát a büntető törvénykönyv megfelelő paragrafusait alkalmazva nagyon keményen, nagyon szigorúan és nagyon következetesen kell ezt végrehajtani. Amit tanár úr mondott, azzal ugyanakkor messze menően egyetértek, itt van még egy nagyon fontos dolog, az, hogy legyen nyilvánosak a viták, tehát a számonkérés legyen nyilvános, legyen szabad a sajtó, a rádió, a televízió, és legyen olyan közhangulat, a korábbi évektől eltérően, hogy ön és mások fölmerjenek állni, és szembe megmerjék mondani a korrupt vezetőnek, TSZ elnöknek, vagy bárkinek, hogyha ilyent elkövetett. Az ígérgetésekről a következőt tudnám mondani önnek. Én úgy gondolom, hogy amit elmondtam néhány percben, az nem ígérgetés volt, hanem egy nagyon komoly, nagyon szigorú gazdaságpolitikát próbáltam önnek és a többieknek elmondani, ami azt állítja, hogy az infláció nem fog elszabadulni, és nem lesznek kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek tömegesen, s ha igen, ezeknek lesz egy tisztességes visszatérési lehetőségük. Az alai térségre azt mondjuk, és azt képviselem, hogy mint zalai ember, aki nagyon sokat hallom azt, hogy sötét zalaiak vagyunk. Budapesten élő rokonaim nagyon könnyen ezzel fel tudnak hergelni. Mindig azt szoktam mondani erre, hogy nem sötét zalai vagyok, hanem elnyomott zalai. Tehát én nem döbbenek meg ezen a dolgokon, mert ezek az emberek között élek. Hátrányos helyzetű embereket gondozok. Tehát tudom, hogy milyen körülmények között élnek önök, és tulajdonképpen én is. A Szabaddemokraták Szövetsége hosszú évek óta kidolgozott az ilyen térségekre egy programot, amit úgy hívunk, hogy pozitív megsegítés, pozitív diszkrimináció, tehát azokat a pénzeket, amiket elvettek az zalai emberektől, azokat vissza kell juttatni, tehát magasabb fejkvótákat kell például adni, és ami különösen fontos, hogy munka lehetőségeket kell teremteni, olyan módon, hogy akik ide jönnek, és látom, hogy hitetlenül csóválja a fejét, olyan módon, hogy aki ide jön dolgozni, aki ide akar jönni tanítani, oktatni orvosnak vagy bárkinek, ennek adókedvezményt kell adni, magasabb vállalkozási lehetőséget, erre vannak módok, és akkor ide fognak jönni majd ezek az emberek. Ezt hívjuk pozitív diszkriminációnak. És harcolni fogok azért, hogy a kiemelt városoknak a jogtalan joga az megszűnjön, tehát ne legyenek megyei jogú városok. Én laktam ilyenben, éltem például Tatabányán. És felháborított az, akkor is és most különösen, hogy vannak városok, ahol sokkal jobb életszínvonal van. Tehát ugyanazért a szolgáltatásért kevesebbet fizetnek. És éppen ezért, ha lehetőségem lesz, én arra voksolok, hogy bármennyire is a magyar embereknek a politikai presztízsét emelni egy világkiállítás, én azt mondom, hogy miután ez nem átgondolt, és az alai emberek fillérje is elmennének ebből, ugyanakkor nem sokat profitálnák belőle, ne legyen. Tehát ilyen dolgokra gondolok.